Sziasztok! A mai az végre ismét egy smink videó lesz. Úgy gondoltam, hogy mivel közeleg a szalagavató szezon, így ezúttal egy szalagavatóra való sminket fogok készíteni, illetve hát én most ennek nevezem, de természetesen ez egy alkalmi smink, tehát bármilyen egyéb más alkalomra, buliba el lehet ezt készíteni. Ez egy eléggé sötét, erőteljes, szemhangsúlyos smink. Elkészítéséhez a Sigma Paris palettát fogom használni, amivel már nagyon sokan kértetek tőlem sminket, úgyhogy ez fog most következni, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan készítem el ezt a sminket, akkor tartsatok velem. Először nem az arc sminket fogom elkészíteni, hanem a szemsminket. Ebben a palettában vannak csillámos festékek, tehát előfordulhat, hogy valami lepotyog az arcomra, és akkor utána azt fel tudom takarítani, és szépen lealapozni az arcomat. Felvittem az ajkaimra a Labello Lip Butter vaníliás és makadámiás ajakápolóját, hogy a végére jó hidratáltak legyenek az ajkaim. A szememre a Milani személy alapozót használtam. Azzal kezdem, hogy ezt a csillámos fekete árnyalatot itt a legszélén, aminek az a neve, hogy Eiffel, ezt egy lapos ecsettel feltapogatom a szemhéjamra. Én a biztonság kedvéért ezért oda teszek egy zsebkendőt, hogyha valami lehullik, akkor ne az arcomra hulljon. A fekete színnek a szélét elsatírozom egy satírozó ecsettel, hogy ne legyen annyira éles az átmenet. Ezután szintén egy pufi satírozó ecset segítségével ezt a bordós-barnás csillámos színt, aminek Elizé a neve, ezt felviszem a fekete szín szélére, tulajdonképpen ezzel elsatírozom a fekete színnek a szélét. Még egy színt fogok használni satírozáshoz, mégpedig a palettából az egyik pirosítót, ez a Peach, nem tudok franciát, úgyhogy nem tudom, hogy kell mondani, de ez egy ilyen barackos árnyalatú pirosító, és ezzel pedig elsatírozom ennek a bordó színnek a legszélét, tehát amit az előbb vittem fel, hogy még természetesebb, illetve szebb legyen az átmenet. A paletta highlighterét fogom használni a szemöldök csontomra kiemelő színként. Ez a Lumiere elnevezésű highlighter, és ezt egy lapos ecset segítségével felviszem a szemöldök csontomra. Ezután fogok egy ilyen kis miniatűr fejű ecsetet, és ugyanazt a fekete színt, amit felvittem a szemhéjamra, a szempillák tövéhez, ide alulra, a külső részbe felviszem. Majd ugyanezzel az ecsettel ezt a Notre Dame nevű árnyalatot, ami egy ilyen nagyon különleges, fényes, meghatározhatatlan színű árnyalat, kicsit ilyen lilás, szóval ezt a színt felviszem a szintén ide a szempillák tövéhez, a középső részre. És természetesen szépen összesatírozom a korábban felvitt fekete színnel. A paletta legvilágosabb árnyalatát, a Versailles-t fogom használni a belső szemzugba. Ezt egy pici ceruzaecset segítségével fogom felvinni, és akkor onnan picit elsatírozom kifele mind a alsó, mind a felső részen. Jöhet egy fekete szemceruza, amivel kihúzom a felső vízvonalamat, illetve a szempillák tövét, hogy minden esetleges apró, pici
fehér lyukat úgymond eltüntessek. Ez az Aden Velvet Eyeliner. Jöhet a szempillagöndörítés, és utána pedig a felső pillákon a Bourjois One Second Volume szempillaspirált fogom használni kettő rétegben, az alsó pillákon pedig a Rimmel Lash Accelerator Endless szempillaspirált. És akkor rá is térhetünk az alapozásra, a L'Oréal Louis Magic alapozót fogom használni, mégpedig a C2-es Rose Porcelain árnyalatban. A szem alatti rész világosítására a Maybelline Instant Anti-Age Effect, vagy más néven Age Rewind korrektort fogom használni, ez pedig a 03-as Fair árnyalat. Az alapozó és a korrektor fixálására a Catrice Color Correcting púdert használom, ez a 010-es Delicate Blossom árnyalat. Pirosítónak a palettában található egyik pirosítót fogom használni, mégpedig ezt a barackos árnyalatot. És ha már van a palettában highlighter, akkor azt is használni fogom természetesen. Nincs sok hátra, még megigazítom a szemöldökömet a L'Oréal Brow Artist Plumper szemöldök formázóval. És ezzel el is készült ez a szalagavatóra vagy bármilyen egyéb más alkalomra való smink, így néz ki a végeredmény. Remélem, hogy tetszett nektek, hogyha van kedvetek, akkor készítsétek el ti is, illetve írjátok meg nekem kommentben, hogy ti milyen sminket szoktatok készíteni alkalmakra. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor ne felejtsétek el megnyomni a tetszik gombot, illetve mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, sziasztok! A legfontosabb dolgot majdnem elfelejtettem, úgyhogy ne haragudjatok, hogy ezt már így utólag telefonnal veszem fel, de nagyon régóta szerettem volna már egy nyereményjátékot csinálni itt a YouTube-on nektek, és semmiképpen nem szerettem volna kihagyni ezt a mostani videóból, úgyhogy igazából nincs semmilyen különösebb apropója ennek a nyereményjátéknak, egyszerűen csak szeretnék örömet okozni nektek, mert ti is nap mint nap örömet okoztok nekem azzal, hogy itt vagytok, és néztek, követtek és kommenteltek.
Úgyhogy ezennel egy nyereményjátékot fogok indítani. Nagyon szeretnélek megkérni titeket arra, hogy olvassátok el a videó alatt az infoboxban a pontos nevezési feltételeket. Annyit röviden elmondok, hogy a nyereményjáték az november 25-én éjfélig fog tartani, tehát addig lehet rá jelentkezni, és 2 darab feltétele van. Az egyik az, hogy legyetek feliratkozva a The Very Style Blog YouTube csatornára, a másik pedig az, hogy kommenteljetek ez alá a videó alá, bármit írhattok, de legyen benne az is, hogy szeretnétek részt venni a nyereményjátékban, illetve az e-mail címetek, hogy tudjalak majd értesíteni benneteket abban az esetben, hogyha ti vagytok a nyertesek. És akkor nézzük, hogy mit lehet majd nyerni. Egy darab nyertes lesz, aki egy kis bio ajándék csomagot fog nyerni, amiben egyrészt van egy ilyen szép, csillámos bio körömlak, aztán van benne egy bio 2-in-1 szájfény, ez ilyen holografikus, láthatjátok, hogy nagyon-nagyon szépen csillog, illetve van benne egy szemhéjpúder trió is, ez a Biu Mystic Illusion Catwalk Star a 01-es árnyalatban. Tehát egy darab nyertes lesz, aki ezt a kis 3 darabos Biu ajándék csomagot fogja megnyerni, úgyhogy ha szeretnétek nevezni a nyereményjátékra, akkor mindenféleképpen olvassátok el a videó alatt az infoboxban az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. Sok szerencsét kívánok nektek!